Született 1969. augusztus 27-én. Születése óta Jánoshalmán él. Kertész és növényegészségügyi és tápanyaggazdálkodási mérnök. Legfőbb szövetségese, felesége Krisztina. 5 gyermek édesapja. 2006 óta országgyűlési képviselő. A Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnöke. Bányai Gábor az 5-ös számú választókerület Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje. A Fidesz sikere Magyarország sikere. Bányai Gábor eredményessége az önök sikere. Miért Bányai Gábor? Mert bízunk benne. Mert mindenkivel megtalálja a hangot. Nagy a politikai tapasztalata. Remek kapcsolatokkal rendelkezik. Nagyszerű apa. Jó a programja. Mi is őt választjuk. Április 14. A választás napja. Válassza Bányai Gábort! Bányai Gábor Jánoshalmán nevelkedett és Jánoshalmán él. Apai ágról tisztviselők és vasutasok gyermeke, Csallóközaranyosi és székelydájai felmenőkkel. Édesapja remek szakácsemberként a Magyar Honvédség egyik főszakácsa volt. Anyai ágról közel 300 évre visszatekintve Jánoshalma őslakosai közé tartozik. Édesanyja könyvelőként dolgozik. Felesége Bányainé Móric Krisztina, akivel 1992. május 2-án kötötték össze életüket. Az elmúlt 22 év alatt 5 gyermekük született. Munkája mellett a legtöbb időt családjával tölti. Erről feleségét kérdeztük, Krisztina asszonyt. Jó apa és jó férj, és ezt nagyon könnyen ki lehet mondani róla. Nagyon-nagyon családszerető, nagyon családcentrikus, nem véletlenül vállaltam mellette 5 gyermeket, és én a szép részét kaptam az ő életéből, az ő nehézségeiből is én a szépet kaptam. Anna a legkisebb gyermek. Változtatott-e valamit a családon a legkisebb gyermek érkezése? Többet akar itthon lenni, nem, ezt nem nagyon tudjuk megoldani, hogy többet is legyen itthon, viszont az utolsó energiamorzsáit nekünk adja. Ez létezik ilyen, hogy fürdeti, létezik, hogy pelenkázza. Ha reggel teheti, akkor ő veszi föl először, és akkor azt az 5 percet azt nekünk adja. Ha 3 szóban ki lehetne fejezni, Gábor milyen ember, akkor mi lenne az a 3 szó? Hűség, hazaszeretet, lojalitás. Magyarország fejlődése érdekében Bányai Gábor 2006 óta országgyűlési képviselőként és a Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnökeként dolgozik. Nemesnádudvar, Hajós és Jánoshalma díszpolgára, továbbá számos díj tulajdonosa, valamint életmentő éremmel is kitüntették, amikor egy család életét mentette meg a Jeges-Dunán. Nevéhez számos jelentős beruházás és fejlesztés köthető. Ilyen például a Kecskeméti megyei kórház, a Hajósi barokkastély felújítása, a Jánoshalmi és Bácsalmási egészségügyi központok, a Bácsalmás-Bajai és Kiskunhalas Jánoshalmi utak felújítása, a Kiskunhalasi kórház fejlesztése, továbbá számos területfejlesztéssel kapcsolatos programban dolgozik a térség munkahelyteremtésének és megtartásának érdekében.
Erről részletesebben a képviselő urat kérdeztük, hogy milyen eseményekhez köthető őseinek tevékenysége a térségben. Az őseim 1731-es második, már sikeres újratelepítéskor érkeztek Jánoshalmára, akkor még a települést nem így hívták. És az a település, ami akkor létrejött, és annak most első utcájában, amelyik akkor újra lett telepítve, és az első lakók megjelentek, pont abban lakunk mi is most már, ebben a házban. Az őseim, mint mindenki más, annak idején gazdálkodtak, ugye földeket kaptak ahhoz, hogy itt tudjanak maradni, meg lehessen élniük, és gyakorlatilag Jánoshalmán szinte mindenki, az őslakosság leszármazottai, szinte rokon mindenki mindenkinek. Ugye az elmúlt 3 évszázad az gyakorlatilag a keveredésben is kulcs szerepet játszott, illetve adott rá időt eleget az ittenieknek. Az őseim egyébként, amit talán a családi legenda erősít csak meg, de hallottam ez más irányból is, ugye Borota és Jánoshalma egymás nélkül szinte nem is létezett, akár csak később Kéleshalma és Jánoshalma. Most ez a három, illetve a két korábbi település a tanyavilágával egy nagyon szép, nagyon színes kulturális értelemben és színes világot hozott létre. A szentkatai, dzsidai tanyavilág, ez szerintem még most is ad okot arra, hogy meg kelljen menteni a tanyavilágot Magyarországon. Abban a világban és Borotán találhatóak a legtöbb nyoma az első századokból, amikor visszatelepült Jánoshalma és ebbe az őseim is idejöttek. Tehát egy őslakos család sarja vagyok Jánoshalmán, illetve Borotán, és ez mellett pedig a hagyományokat próbáljuk apáról fiúra, anyapáról munkára eredményeztetni, szállítani, és hát szeretnénk, hogyha ez később is folytatódik. Képviselő úr, mi az ön polgári foglalkozása? Gyakorlatilag 2 diplomát szereztem az évek során. Van egy kertészüzemmérnök, most a mérnöki, és van egy növényegészségügyi tápanyag gazdálkodási szakmérnöki diplomám. Úgymond a hagyományokat én magam is, mint kertészmérnök viszem tovább a családi tudástárban, a családi foglalkozások körében. Permetezni magam szoktam saját ültetvényekben, illetve van nekünk még egy szőrkeletünk, amelyikben néha megjelenek, de bár utóbbi években nem, ez volt a jellemző. Beszéljünk egy kicsit a magánszféráról. Hogyan zajlik a családi élet az önök körében? Van egy nagyon pici gyerekünk, és van 4 nagygyerekünk. A 4 nagyobbból 2 már nem itthon tanul, Szegeden és Gödöllőn járnak főiskolás egyetemre az első szülöttjeink. Nélkülük így a hétközben a hét első napja az ilyen csendesebben telik. Még kicsik voltak, zajosabb volt minden napunk egyébként. Akár amikor a parlamenti ülésnapra mentem, vagy megyek, vagy a megyei közülésbe, mikor járok minden nap Kecskemétre, akkor ez egy ilyen 6-4-7 tájéki ébresztési idővel kezdődik. A kisebbik lányunk, ő Halason jár középiskolába, gimnáziumba. Ő is egy időben szokott velem kelni, időnként együtt megyünk. Amikor megyek Kecskemétre, akkor időnként elbírom vinni magammal, és akkor tudunk beszélgetni végre, akár 4 szem közt is. És ez a reggeli időszak, ez ugye most Anna megszületése óta átalakult, pláne most, akkor már egy fél éves koratájékán van, most már ő is hamarabb ébred, mint csecsemőbb korába. Tehát egyszerre indul a család élete, úgy vesszük reggel. Az alapkérdés, hogy a kávét nekem kell vinnem a kedves feleségemnek a ágyba, ez őt is feldobja, mert hát a kevés férfi tesz ilyet, ezt én nem hiszem el, de ezt hallottam már. Van egy kis idő ilyenkor reggel találkozni, beszélgetni, nem sok, mert rohanni kell, és hát Kecskemét messze van. Nap mint nap, különösen messze van. Alapvetően zajos családi életet élünk, tehát mindig van mindenkinek mondandója. Amióta a gyerekek felnőttek, a családi nagy vasárnapi ebédek azok a gyűjtő pillanatok, és mondjuk az a fél óra, 1 óra, hogy együtt vagyunk, amikor
az igazi énjüket az ember megtapasztalja, mert akkor le kell ülni és egymásba kell fordulni, egymásra is kell nézniük. Tehát ilyenkor látom azt, hogy mégis milyen emberekké válhatnak a gyerkőcök. A vasárnap ezért egy különleges nap a számomra. Nagyon nem szeretek vasárnap elmenni itthonról. Jó is lenne, hogyha mindenki ezt így gondolná itt a választókerületben is. Itthon unatkozni senki nem szokott. A feleségem különösen nem tud unatkozni. Neki van a legnagyobb és legfontosabb dolga a családban, mert fontos az persze, hogy a férfi megkeresi a családnak a valót, a családra kötető pénzt, de a feleség munkája szerintem merem állítani a saját tapasztalatomból sokkal fontosabb, mint az én munkám. Bács-Kiskun megyében mindenhol ott van, mindenhol ismerik, mindenhol beszélnek önről. A gyerekek hogy élik meg apuka politikai munkáját, munkakörét? Egyáltalán témája a családban a politika? A gyerekeim, mikor még kisebbek voltak, tehát 8 évvel ezelőtt a képviselő lettem, illetve a közgyűlés elnökeként sok helyen jártam, és mindenhol elmentem, meghívtak, mert nem azért hívtak csak meg, hogy a megyei közgyűlés elnöke, vagy a képviselőt, rajtam a protokollistánk, hogy hívjuk már meg, hanem kíváncsiak voltak, vártak biztatást, segítséget, és ezeket én rendszerint teljesítettem is. El is mentem a rendezvényekre, elmentem az ünnepekre, tehát tényleg mindenhol elmentem, mikor hívtak és megszólítottak. A gyerekeim tehát látták, hogy amit teszek, az jó, ennek örültek, az apjukra büszkék. Most annyi a változás az elmúlt években, hogy felnőttek, és annyira már nem vonzódnak a politikai események után, tehát ritka az, mikor részt akarnak venni, akár egy rendezvényen az édesapjuk mondjuk átad egy iskolát, vagy egy kórház rekonstrukciót fejezünk be majd a napokban, vagy éppen egy bálon, ahol köszöntöt kell mondani, vagy bármilyen rendezvényen megszólok. Tehát már ez nem vonzó őket, mert ezt meg lehet unni akkor, amikor az ember nem részese, tehát nem ő önmaga a célpont vagy a főszereplő. De eleinte sokszor jöttek velem, az első egy-másfél évben gyerekkísérettel mentem, és az nekem is jó volt, mert tudtam velük közben kommunikálni, de most már mondom, nagy részük már felnőttek. Az országgyűlési képviselőség, illetve bármilyen vezető politikai pozíció minden embernél mást és mást jelent. Önnek mit jelent országgyűlési képviselőnek lenni? Mit jelent megyei elnöknek lenni? Számtalanszor lehet majd olvasni a kampányban, hogy ki hányszor beszél a parlamentben, mennyi felszólása van, mennyi mondjuk előterjesztése van. Én nem vagyok egy ilyen bőbeszédű képviselő. Egyrészt kormányon az embert nem engedik nagyon beszélni, tehát a kormányt nem élik interpellálni a saját képviselőinek, illetve nekünk az ügyünk, amit intézünk, mint képviselő, mint megyei elnök, nem a plenáris ülésen, a patkóba dőlnek el. Tehát amíg valaki ezzel büszkékedik, mennyit beszél a parlamentben, nekem az időben el kell intéznem, hol egy intézmény felújítását, megmentését, hol több száz nyugdíjasnak a nyugdíjemelési kérelmét, hol vasútépítésekkel tárgyalnom, akár szerb, akár magyar partnerekkel, iskolák felújításába kell egyeztetnem, kórházak felújításába kell egyeztetnem, hoznom kell a vállalkozók számára lehetőséget, készítenem kell a megyei közgyűlés részéről a megye fejlesztési terveit 2014 és 2020 között. Tehát amíg más beszél, addig én cselekszek. Nekem szerencsé Jóisten nem vagyok egy jó tehetséges szónok, ettől függetlenül megkaptam azt a lehetőséget, hogy szeretek dolgozni. Tehát én élvezem a munkát, és inkább a terepen végzem el azt, ami más a szájával, szájkaratéval, vagy bármilyen negatív jelző. Tehát amíg valaki beszél, addig Bányai Gábor inkább a tetteket részesíti előnyben. Ennek köszönhetően én minden polgármesterrel szót tudok érteni. Van számos olyan baloldali érzelmű polgármester a korábbi választókerületemben, aki a kampányomba kiállt a települési kampányrendezvényen, és elmondta, hogy bár ő nem egy Fidesz fan, nem szereti a fideszeseket, vagy a Fideszt, mint pártot, de amit Bányai Gábor a faluért tett, az elismerésre méltó, és ő mindenkit biztat arra, hogy a személyek választásánál, tehát a képviselő választásnál a Bányai Gábor személyét helyezzék előtérbe, és szavazzanak rá, mert ő tett többet az ő falujukért. Ilyen számtalan volt. Van tapasztalatom a vállalkozói szférából, nem is kevés, nem is kicsi. Látják, hogy a megyénél gyakorlatilag 154 milliárdnyi költségvetést kellett kezelnem 2000
6 és 11 vége között. Ennek látják az eredményét, látják a fejlesztéseket, látják, hogy a mostani tervezési munkában mennyire kívánunk őket segíteni, látják azt, hogy a szabad vállalkozói zóna, ami most indul majd be itt a választókerület 14-15 településén, ez milyen lehetőséget fog hozni számukra, és azt is tudják, hogy ennek az egyik kezdeményezője én voltam. Na, a lényeg az, hogy a vállalkozók is szerintem respektálnak, kölcsönös respekt van közöttünk, tehát tisztelem a munkájukat, hisz én az erős vállalkozókban, az adózó vállalkozókban bízok, az ő munkahely teremtésüket próbálom támogatni, az ő révükön lehet a térséget Keceltől Kelebiáig, Kelebiától Bácsa másik és Kiskornásig fölfelé, benne a többi településünket beszámítva fölemelni, kiemelni a bajból. Én a fő partnerként a választók mellett a vállalkozókat tartom. A munkavégzésem helyszíne az egy szék, és nem is karos szék, tehát nem lehet benne nagyon hátadőlni. Íróasztalok, autófotelek vagy autóülések a munkavégzésem helyei, telefon az egy fő munkaeszközöm, meg a laptopok. Magyarul ülőmunkát végezve a sport teljesítményem jelentősen lezuhant. Kondíció az most a nullához közelít, de ez nem látszik rajtam, mert energikusnak tartom még mindig magamat. Az egész országban fontos programnak számít a munkahelyteremtés. Ez hogy áll jelen pillanatban megyénkben és választókerületében? Vannak-e ezzel kapcsolatos tervek? A munkahelyteremtés az nem egy varázsszóra, nem egy kampányprogramnak a pontjaiba fog, hogy mondjam, sikeressé válni. Tehát az, hogy csak beszélünk róla, forrás nincs hozzá, akkor az sokat nem ér. A mostani kormánynak a munkahelyteremtésre szánt forrás, amit erre tudott szánni, gyakorlatilag a korábbi 8 éves szocialista kormányzáshoz képest töredéke maradt. Az uniós forrásokat eltapsolták 2004 és 2010 között, tehát már nem maradt gazdaságfejlesztésre pénzünk gyakorlatilag. Ezzel szemben a következő 4 évünkben, és még van plusz 3 esztendő az uniós ciklusból, 4200 milliárd forint lesz a magyar gazdaság föllendítésére. Ez korábban 1040 körül volt, 1040 milliárd forint. Tehát 4-szer annyi pénzt akarunk szánni, mint az elődeink. Hogy ezt gyakorlatilag mi költetjük el együtt a magyar vállalkozókkal, ez majd április-án eldől, de azt látni kell, hogy a munkahelyteremtésnek az a vetülete, hogy a vállalkozókat szeretnénk ebbe bevonni, és hát az adózó nyereséges vállalkozóknál nincs jobb partner szerintem munkahelyteremtésben sem. Mellette van még egy pár ügy, amit el kell rendezni. Ugye Magyarországnak a belső piacai is elfogytak, a külföldi, nyugat-európai és egyéb globális cégek uralják a piacainkat, a kereskedelmünket is. A fogyasztási piacunk az erősen orientált gyakorlatilag a külföldi élelmiszerekre és a magyar azt hátrányos megkülönböztetés éri Magyarországon. Ennek változásához sok minden kell, legfőképpen nem a kormányra van szükség, hanem azokra a háziasszonyokra is, akár férfi emberek vásárlóként is, akik a magyar árukat is meg akarják vásárolni, és mondjuk a magyar boltokban nem holland vagy kínai vörös vagy fokhagymát lehet vásárolni, mint magyar árut is, akkor lesz szerintem föllendülés az agráriumban is. De a lényeg az, hogy tehát a munkahelyteremtéshez mi szeretnénk egy nagyon nagy forrás tömeget biztosítani Bács-Kiskunba is. A megyei közgyűlésnek a tervezői munkájából azt látom, azt írjuk, inkább így mondanám, hogy több száz milliárd forint forrást fog Bács-Kiskunba is érkezni a magyar gazdaság helyi szereplőinek. Itt a telephelyi fejlesztéstől attól kezdve a munkahelyteremtésig minden ügyüket szeretnénk támogatni. Ez azt is fogja jelenteni, hogy ha a Bács 5-ös választókerület, ahol élünk, szeretnének a vállalkozók pályázni, akarjuk, hogy legyenek tartós munkahelyek, akarjuk, hogy legyen föllendülés, gazdasági föllendülés, akarjuk, hogy legyen újra gyerekzsivajtól hangos az óvoda, az iskola, a kisfalvakban is, akarjuk, hogy a fiataljaink, idősebbeink visszajössenek dolgozni, vagy nem jönnek el külföldre vendégmunkásként dolgozni, akkor ki kell használni, a mostani kormány nyújtotta lehetőséget. Ha ez sikerül, akkor
mind a Bácska, mind az Alsókiskunság, mind a Sárköz települései, mind a homokháti településeink szerintem nemhogy kijönnek a bajból, hanem egy komoly fellendülés időszak előtt fognak állni. Magyarán, röviden, a kormányzati szándék az, hogy mentsük meg a magyar vidéket, ehhez a források rendelkezésre fognak állni. Reméljük, hogy nem jön valami politikai olyan váltás, ami tönkreteszi a jó szándékú és hasznos terveinket, és reméljük, hogy a választópolgárok, akiknek ezt el kell dönteni, Magyarország a segélyekből éljen, hitelekből éljen, avagy a saját erejéből, persze támogatási források felhasználásával, munkahelyek teremtésével, vállalkozások erősítésével, hazai és külpiacok megszerzésével szeretne együtt élni, szeretne az országot ilyen sikerrel eltolni, hogy ne a csődről kelljen beszélni egy következő választási kampányban, hogy el kellett kerülni, akkor remélem tudják, hogy a sok duma mellett a tetteket kell támogatniuk magyarul. Én bízom abban, hogy a Fidesz-KDNP-nek a programját, illetve a munkáját fogják előtérbe helyezni újra, és hagyják, hogy az országot tényleg kivezessük a válságból, hagyják Magyarországból egy fantasztikusan megerősödött, erős Magyarországot képzeljünk el most, és valósítsunk meg egy jó alatt. Választókerületek olvadtak össze a kisebb parlament jegyében. Az 5-ös számú választókerület jelentősen bővült. Sokkal nagyobb lett, mint az ön eddigi választókerülete. Ennek eredménye az is, hogy szélesebb lett az ide tartozók köre, akik szokásaikban, kultúrájukban, munkájukban lényegesen színesebb palettán helyezkednek el. Össze lehet-e ezt hangolni, illetve meg tud-e mindenkit hallgatni és ezáltal képviselni? 73 ezer szavazópolgárt, választópolgárt nehéz meghallgatni, de a fórumokon én szívesen beszélgetek, vitatkozok a megjelentekkel, volt is rá példa. Szerintem a választópolgár képviselete, ha valaki a munkáját jól akarja végezni képviselőként, akkor nem csak a saját választóit kell, hogy képviselje. A munkahely mindenkinek kell. Munkahelyjel, aki nem rendelkezik, annak a lecsúszás az osztály része. Tehát, hogyha valakit is képviselni akarok, akit nem ismerek személyesen, akkor első körben az a biztonság számára, hogy Bányai Gábor a munkahelyteremtésben, a vállalkozás fejlesztésben jót akar, őnekik is akarok segíteni. Tehát a választónak nem kell személyes kontaktusba kerülni abban az esetben a képviselő, hogyha nincs gondja. Miután számos embernek ma itt azért óriási problémái vannak, kezdve itt az állástalanság, kezdve folytatva mondjuk a betegségeiknek köszönhetően, vagy éppen a devizakölcsön miatt naponta találkozok tucatnyi emberrel, akinek az ügyét rendezni kell, tárgyalni kell a bankukkal, vagy éppen akinek az eszközkezelővel. Tehát mindenkinek ügyét ilyenkor fel kell vállalni. Tehát a képviselőt ünnepségen megpaskolják át, tehát, hogy bravo képviselő, köszönjük, hogy ezt is létrehozta, segített benne, de amikor a szürke hétköznapok vannak, akkor az ember szembesül azzal, hogy más embernek milyen súlyos gondjai vannak, és akkor azokat kell intézni, de a lényeg az, hogy egy képviselő mindenkit tud akkor képviselni, ha a szándékai jók, tisztességesek, és főleg nem csak, hogy a szándékai jók, hanem a tettek is azt bizonyítják, hogy rá lehet számítani, tud ügyeket elintézni, tud forrásokat szerezni, tud megérteni más típusú embereket, más felfogású, tehát politikailag akár más hallású emberekkel is megérti a szót, le tud ülni mindenkivel egy asztalhoz származás, vagy bármilyen más különbség révén is ellenére. Nincs szó, nincs jel, nincs rajzolt virág, nem szállhat az égen, szárnyat ört madár. Nincs jó, ami jó, nincs már, aki felel. Nincs hely, ahova visszatér, ki útra indul el. Hol az arc, hol a kéz, aki csak azért, hol a tér, ahol a fény hozzád még elér. Kell, ne legyél, ki nap lesz éj után. Te légy, aki megtalál egy régi ballad.
szívét osztja szét. Ő lesz a remény, ki szívét osztja szét. Az élet csak övé, ki szívét osztja szét. Követ itt merre jár, hegyeken és tengereken túl értik majd szavát. Így jött te a jel, ki új útra talál, ki elmeséli valamikor egy lázas éjszakán, ami volt, ami volt, amiért, amiért, az minden. Szava lesz a megbocsátás, szava a szenvedély. Bányai Gábor, Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelölt. Az önök jelöltje. Válassza Bányai Gábort! 2014. április 6-a. A választás napja. Vasárnap. A közös jövőnk múlik rajta. Minden ember legnagyobb hatalma a választás lehetősége. Éljünk vele! Nyissuk ki közösen a jövő kapuját. Szavazzon a Fidesz-KDNP-re. Szavazzon Bányai Gáborra.